A látását mérik fel ennek a nőnek a körzeti orvosnál. Ez nem kerül neki pénzbe, ugyanakkor nem is gondolnánk, mennyi mindenért kell fizetni a rendelőkben. Ezek a szolgáltatások azért nem ingyenesek, mert nem fedezi őket a társadalombiztosításunk. A tételek döntő része pár ezer forintos, közülük többnek a díját jogszabály határozza meg. A leggyakoribb a gépjárművezetői, kishajóvezetői és a lőfegyver alkalmassági vizsgálatok. Ezeknek fix díja van, a jogszabály rendelkezik róla, hogy milyen életkori kategóriában és milyen gépjármű kategóriában milyen díjtételt kell alkalmazni. Itt nincsen ebben különbség egyik vagy a másik orvosi rendelő között. Amit még a jogszabály szintén tételesen díjtétellel igazol, az egyrészt az orvosi látlelet, ami egy sérülés vagy egy erőszakos beavatkozás utáni látleletnek a vétele. Ennek díja 3000 forint körül mozog, vagyis ennyit kell fizetnie annak, akit esetleg megvernek az utcán és besétál a házi orvoshoz. Ide tartozik még a nem kötelező védőoltások köre, amelyeket például külföldi utazás előtt adatunk be magunknak, hogy védetté váljunk egy egzotikus betegséggel szemben. Az ezekről szóló tájékoztatásért is kérhet pénzt a házi orvos, de ennek díja nincs előírva, csupán annyi, hogy az nem haladhatja meg a védőoltás összegét. Azoknak, akiknek nincs magyar állampolgárságuk és úgy mennek el a rendelőbe, szintén fizetniük kell. Egyre gyakrabban előforduló helyzet az, hogy külföldi állampolgárok itt Magyarországon élnek, de nem rendelkeznek még TB jogviszonnyal, vagy nagyon régóta külföldön élnek már, és csak időszakosan látogatnak haza, de elfogyott a gyógyszerük, vagy orvosi ellátásra szorulnak. Ilyenkor felkereshetik ugyanaz az egészségügyi szolgáltatókat, a házi orvosi szolgáltatókat is, de ezeknek az ellátásoknak miután nem a TB finanszírozza, és nem is egy másik országnak a társadalombiztosítás alapján történik, ezeknek is ugyanolyan díjtétel ajánlás van. Ez egyre gyakrabban előforduló helyzet a házi orvosi rendelőkben is. Vannak emellett olyan tételek, amelyek díja nem kötődik jogszabályhoz, vagyis az orvoson múlik, mennyit kér el értük. Ide sorolhatóak azok az igazolások, amelyekre tanfolyamhoz, beiskolázáshoz van szükség. Vagy esetleg biztosító kéri például nagy életbiztosítások megkötése előtt. Nem ingyenes a foglalkoztathatóság szakvéleményezése sem. Egyes esetekben például maratoni futáshoz vagy tavak átúszásához is kellhet igazolás. Jelenleg még nem kérnek pénzt az orvosi rendelőben, általában a rendelési időn kívül történő vérvételnél. Ugyanakkor a Magyar Orvosi Kamara szerint ez, ahogy a doktor házhoz hívása is, kényelmi szolgáltatásnak számít, így orvosszakmai szempontból nem indokolt.